Sziasztok oroszlánok, és köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a kirakásban azt fogjuk megnézni, hogy milyen energiákat várhatsz a szerelem és a párkapcsolatok területén április hónapban. Mint általában ez egy általános kirakás, így igazán figyelj arra, minek van jelentése számodra, és engedd el a többit. Mielőtt belekezdenénk, igazán szeretnék valamit megkérdezni tőletek, mint láthat, főleg azoktól, akik úgymond már látták a videóimat, akik újak, azokat pedig üdvözlöm. Tehát azok tőletek azt szeretném kérdezni, hogy mint láthatjátok, egy újabb kártyát használok, ami angol nyelvű, az előző magyar videóimban magyar nyelvű kártyát használtam. Igazán az lenne kérdésem, hogy számít-e az, hogy magyar vagy angol nyelvűt használok. Igazán, ha ezt a kommentbe beleírnátok, annak nagyon örülnék. De kezdjünk is bele. Tehát a kirakás közepén a kejhek királya van. A kejhek királya az egy nagyon pozitív kártya, amikor kapcsolatokról beszélünk, mert egy olyan embert jelent, egy olyan aki úgymond nagyon jól tudja egyensúlyozni, amire gondol, valamint amit érez. Ez általában egy érett embert jelent, aki nagyon odaadó, aki egy nagyon jó partner. Általában a kapcsolat, ez egy nagyon szeretetteljes kapcsolat, egy olyan valaki, akire számíthatsz. Tehát ez jelenthet egy kapcsolatot, jelenthet egy embert az életedben. Hogyha egyedülálló vagy, akkor azt jelenti, hogy valami, egy olyan ember jön az életedbe, akinek ezek a tulajdonságai megvannak. Ha pedig kapcsolatban vagy valakivel, akkor azt jelenti, hogy a kapcsolat jobb irányba megy. Ha jó a kapcsolat, akkor még jobb lesz, ha rosszabb időkön vagytok túl, akkor pedig azt jelenti, hogy képesek vagytok úgymond megoldani a helyzeteteket, és újra és felfrissíteni a kapcsolatot. Ami nagyon érdekes, azok a kártyák, amik úgymond körülveszik ezt a kejhek királyát. De nézzük is, hogy mik azok. Az első oszlopban itt van a kardok királynője, az akasztott ember és a kardok négyes. A kardok királynője az általában egy nagyon őszinte, igazságszerető ember, aki nyíltan kimondja azt, amire gondol. Igazán lehet egy nagyon védelmező, beszédes emberke. Általában jelentheti azt is, hogy úgymond meg akarsz világosodni valamiről. Kapcsolatban azt is jelenti, hogy az egyik fél az úgymond hiányolja a szabadságát, de szerintem itt igazán majd meglátod, hogy inkább a megvilágosodásról van szó. Ami ezt alátámasztja igazán, az akasztott ember. Az akasztott ember az feladja úgymond a kezét, lábát, és fejjel lefelé függ azért, hogy új szemszögből lássa a világot, és úgymond új ötletet nyerjen. Ebben az esetben igazán azt jelenti, hogy megpróbálod a kapcsolatot másképpen nézni. Most ez a kapcsolatot, ezt értelmezd úgy, ahogy az életed van a kapcsolat. Ha egyedülálló vagy, akkor megpróbálod a kapcsolathoz való viszonyulásodat megváltoztatni, vagy más szemszögből nézni. Ha kapcsolatban vagy valakivel, akkor ezt a kapcsolatot megpróbálod úgymond más oldalról megfigyelni. A kardok négyes, meglátod, ezen egy fekvő ember van, aki alszik,
Igazán pár dolgot jelenthet. Tehát jelentheti azt, hogy valamit úgymond szüneteltetünk, valamitől szünet, úgy elvonulunk, pihenést jelent, gyógyulást, párkapcsolatok területén lejelentheti azt, hogy úgymond visszavonulsz, ha egyedül álló vagy, akkor jelentheti azt, hogy igazán úgy döntöttél, hogy most te nem találkozol senkivel, nem keresel kapcsolatot. És amit elfelejtettem mondani a kardok királynőről, hogy a kardok királynőre általában egy olyan embert is jelent, aki nagyon sok mindenen esett át, nagyon sok fájdalman esett át, és úgymond emiatt nagyon világosan tudja, hogy mit akar. Ebben az esetben ez a három kártya jelentheti azt is, hogy úgymond valamiből próbálsz felgyógyulni. Ez lehet az, hogy korábbi kapcsolataidban megsebeztek, lehet az is, hogy a jelenlegi kapcsolatban mentetek át valami olyan eseményeken, amiből úgymond fel kell gyógyulni, és egy kicsit szüneteltetni kell a dolgokat. De mindenképpen azt jelzi, hogy ez a szünet úgymond ez egy nagyon pozitív. A folytatásban itt van a Kejhek 7-es, a Kejhek király, amiről beszéltünk, és a Kejhek 5-ös. Elég sok kehely van, ami általában érzelmeket jelöl. A Kejhek 7-es az jelentheti azt, hogy több minden közül próbálsz választani. Ez lehet az, hogy próbálod eldönteni, hogy most kapcsolatban legyél valakivel, vagy nem. Jelentheti azt is, hogy több ember van, aki pályázik rád, vagy te pályázol több emberre. Jelentheti azt is, hogy úgymond nehezedre esik a döntés. Azt is jelentheti, hogy úgymond álmodozol. És a Kejhek 5-ös, igazán a Kejhek királyáról már sokat beszéltünk, a Kejhek 5-ös pedig azt jelenti, hogy valamin még nem tetted túl magad, valamit úgymond gyászolsz, ezt értsd jelképesen, tehát azt is jelenti, hogy arra fókuszálsz, ami sikertelen volt az életedben, nem pedig arra, ami lehet. Ha kapcsolatban vagy valakivel, akkor az szerintem itt az elmúlt fájdalmakra koncentrálsz, arra, ami nem jól ment a kapcsolatba, pedig a kapcsolatnak van esélye, mert van még mögötted az a két kupa, meg a gyönyörű fa, és a Kejhek királya, ez a Kejhek 5-ös felett van. Tehát én azt látom, hogy ha kapcsolatban vagy, akkor ennek a kapcsolatnak van esélye, igazán még fel kell gyógyulnod abból, ami történt, kicsit más szemszögből kell nézned a dolgokat, de van esélye ennek a kapcsolatnak. Ha egyedülálló vagy, akkor pedig azt látom, hogy arra fókuszálsz, hogy mi az, ami úgymond sikertelen volt az életedben, mi az, ami sikertelen volt a korábbi kapcsolatodban. Ha randizgatsz, akkor arra fókuszálsz, hogy mi az, ami nem volt jó ezekbe a randikba, és igazán nem látod azt a lehetőséget, ami előtted van, hogy egy jó kapcsolat bejöjjön az életedbe. Nézzük, hogy mi van az utolsó oszlopban, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni, ha még nem iratkoztál fel. Az nekem mindenképpen jelzés arra vonatkozólag, hogy az üzenetnek volt különleges jelentése számodra, és segít abban, hogy a csatornát növeljük, és eljuttassuk az üzenetet több oroszlánhoz. De folytassuk. Tehát itt van az érmék 5-ös, a botok 10-es, és a botok 7-es. Érdekes, hogy több 7-es és több 5-ös is van a kirakásban. Az
Érmék ötös az általában azt jelképezi, amikor úgymond kirekesztettnek érezzük magunkat, egyedül, magányosnak érezzük magunkat. Ez igazán lehet, hogy a kapcsolatban is érezheted magányosnak magad, de általában azt is jelenteti, hogy nem érzed, hogy elég vagy ahhoz, hogy kapcsolatba légy, vagy úgymond az ön nem önblamálás, inkább az hogy saját magad úgymond gátolod abban, hogy sikeres légy. Én itt mindenképpen azt érzem, hogy úgymond nem érzed magad elégnek. Valamint itt van a kardok tize, nem a kardok, a botok tízes, már elnézést. A botok tízes, ha megnézed, nagyon sok terhet cipel, és amikor én ezt a kiraktam, akkor az első, ami úgy eszembe jutott erről, hogy úgymond sok csomagot cipelsz magaddal a múltadból, ami talán ideje lerakni, mert ha lerakod, akkor egy pozitív kapcsolathoz vezet. De egyébként már közel vagy te ehhez, mert a botok tízes azt jelzi, hogy nagyon közel vagyunk a célunk eléréshez. Tehát szerintem ez a szünet, ez mindenképpen használ neked azon, hogy túl tedd magad a múltban ért fájdalmakon. De itt a botok hetes, ami általában azt jelenti, hogy valami, egy úgymond nagyon védekező pozícióba vagy. Tehát ha valami történik veled, akkor úgymond egyből védekező állásba vagy, és próbálod megvédeni magad. Ez lehet az is, hogy amikor a társaddal vagy, akkor egyből és úgymond vitatkoztok, akkor egyből vagy beszélgettek, védekező helyzetbe kerülsz nagyon gyorsan. De azt is jelenti, hogy úgymond, ha egyedülálló vagy, akkor úgy próbálod magad védeni a csalódásoktól. És ez nagyon érdekes, hogy a kelyhek ötös mellett van, valamint a kardok négyes mellett van. Tehát én mindenképpen azt látom, hogy még ezeken a csalódásokon te még nem tetted túl magad, és úgymond próbálod magad megvédeni. És mint mondtam, tehát elég sok ilyen csomagot cipelsz magaddal. Szerintem, ha ezeket az régi tapasztalatokat sikerül más szemszögből nézned, és sikerül megszabadulnod a csomagottól, és nem lesz olyan védekező állásban, akkor én azt látom, hogy egy nagyon jó kapcsolat van előtted. Ha kapcsolatban vagy, akkor valószínűleg ez az a kapcsolat, ami még jobbá válhat. Ha pedig egyedülálló vagy, akkor érdemes úgymond új szemszögből nézni a korábbi tapasztalataidat, mert az úgymond, és megszabadulni a csomagjaitól, mert az fog ahhoz elvezetni, hogy egy tartós és szeretetteljes kapcsolatot találj. Tehát kedves oroszlánok, igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ennek az üzenetnek volt jelentése, és még valamit elfelejtettem, hogy megnéztem, hogy mi van a pakli alján, ami a bolond az az újrakezdés kártyája, ez mind új kapcsolatot is jelentett, valamint újrakezdés a kapcsolatodban. Tehát én azt látom, hogy te valamennyire félsz ettől, de mint mondtam, ha megszabadulsz a csomagoktól, akkor szerintem nagyon jó helyzetben vagy. Hát még egyszer, ennyi oroszlánok, és remélem, hogy ennek az üzenetnek volt valami tanulsága számodra, és újra láthatlak.